újra szeptember, újra kék túra, újra DDK, újra ezen a csodás zalakomári vasúti megállóhelyen. Úgyhogy elindulunk, vár ránk körülbelül 10 km aszfalt, de legalább most nincs 40 fok, úgyhogy megindulunk. Na itt vagyunk Kisviden, az előbb pecsételtünk, ugye itt le kell térni az ösvényről, és akkor teljesen az ellenkező irányba kell jönni, mert itt van egy kapunna pecsét, és akkor egy idős házaspár lakik ott, az öreg úr megkínált minket egy pálinkával, hát mondom, jó, na, elfogadjuk, mondom, hogy feles talán még belefér, hát mind a ketten kaptunk másfél deci pálinkát, úgyhogy de hogy nem is volt időnk reagálni, hogy sok esélytelen volt, úgyhogy nem volt mit tenni, be kellett nyakalni az egészet. Aztán most még van 15 kilométerünk Meszternyőig, reménykedünk a legjobbakban. Elhagytuk ugye Nemesvidet, meg Kisvidet, és aztán Kisvid és Meszternyő közt 10 km volt, azt hiszem, az út körülbelül. Kicsit lehet, hogy több, de eléggé jellegtelen volt, úgyhogy csak jöttünk a kukoricás mellett. Most meg beértünk Meszternyőre, már az előbb. Szereztünk vizet, már itt vagyunk a Boronkai Tájvédelmi Körzet, vagy micsoda ez? Azt hiszem, igen, illetve megyünk a Búsvári tóhoz, a madár megfigyelő kilátóhoz, mert ott terveztünk aludni.
Majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Meg egy nyakörved is van, meg minden. Hát mindjárt. Hát mindjárt. Semmi közepén. Na, a kilátóban az éjszaka jól telt, nyugi volt. Reggelre sajnos elkezdett esni, úgyhogy egy kicsit jobban fel kellett öltözni. De azóta meg most már nyugi van, végigjöttünk itt a sim mellett, itt egy sim megy mellettünk. Aztán itt a semmi közepén, Mesztegnyőtől eljöttünk már körülbelül 5-6 kilométert, és még a következő faluig van hát legalább 10-11 kilométer, és a semmiből szembe jött velünk egy macska. Egy kis cica itt elkezdett sírni, aztán szembe jött. Úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi legyen. Egyelőre jön utánunk, valahol látszik. Ja, ott van mögöttem. Ott jön. Úgyhogy egyelőre jön velünk, aztán hogyha nem bír, vagy lemarad, akkor felkapjuk, és akkor elvisszük a legközelebbi településig. Van rajta nyakörv, úgyhogy szerintünk csak eltévedt, aztán jobb hiány jött az úton, mert nem tudott mást. Meglátjuk. Hát így megyünk ultra light módon. Elhagytuk már Újvárfalvát, ahol pecsételtünk. Most pedig bejöttünk Somogysárdra, és akkor végül is itt találtunk egy szimpatikusnak tűnő házat, ahol pont megláttunk az udvaron egy kis cicát. Úgyhogy kapott egy kis snack kolbászt mind a kettő. Oda hívogattuk, és akkor végül is oda letettük. Úgyhogy bárkinek, akinek hiányzik egy vörös cica erről a környékről, az Somogysárd elején keresse. Az első 10 házba szerintem valahol ott lesz. Hát, hogyha nem megy el onnan, persze. De jó helyet találtunk neki, nem? Úgyhogy, ja, megmentettünk egy állatot. Na.
Egészséget. 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 Most értünk be Kaposmérőre. Kösz. Két nap alatt mentünk körülbelül olyan 67 kilométert, és a két nap alatt a macskás eseményen kívül nem igazán lesz, ami úgy különösebben megmarad ebből a szakaszból. Hát mindegy, ez most ilyen volt, majd reméljük a következő, a Zselici meg a Mecseki majd jobb lesz. Úgyhogy röviden ennyi. Most még elmegyünk, pecsételünk egyet, aztán szusszanunk, és kisétálunk a vonatállomásra. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk a következőn. Hello!